Szabadkán az oltóanyagok továbbra is felvehetőek előzetes regisztráció nélkül is. Emellett a 16 év felettiek is jelentkezhetnek a Pfizer-BioNTech gyártású oltóanyagra. Nekik a vakcina felvételéhez azonban egy általános orvosi igazolásra is szükségük van. Márton Attila számára az utazás lehetősége adott motivációt arra, hogy beoltassa magát. A munkám az olyan, hogy külföldre kell járkálnunk, egyszerűen ez az egyetlen egy normális megoldás. Szabadkán eddig 64 ezeren vették fel a koronavírus elleni oltóanyag valamelyikét. Közülük több mint 29 ezeren már a második dózist is megkapták. A szabadkai Kovács Miklós a második adag Sinopharm gyártású vakcinát vette fel. Felelősségteljes viselkedés, saját magam miatt is, meg hát persze az embertársaink miatt, rokonok, barátok, meg mindenki miatt, hogy túl sokáig tart, hosszú ideig tart már ez a járvány, hát ha elmúlik minél előbb, minél hamarabb. Szabadkán egyre több fiatal dönt a vakcina mellett, mondta el Ivánka Beokovics. A szabadkai egészségház igazgatója hozzátette, mindemellett a környező falvakban is nagy az érdeklődés az oltakozásra. Sutra idemo u Csantavir, idemo u Bajmok. Ako bude potrebe, ostaćemo i dva dana, jer su to velika sela. Znači, pokrivamo i okolinu i sve. Interesuju se ljudi i kad ćemo doći u njihovo selo i tako. Verujte, ovo je već treći ili četvrti obilazak sela od kako je počela imunizacija. Szabadkán csökkenőben van a koronavírussal fertőzöttek, illetve a szabadkai közkórház COVID részlegén a páciensek száma. Az illetékesek azonban a továbbiakban is a járványügyi intézkedések betartására figyelmeztetnek.